Kedobibron, Gyöngyös, Kecskeméti tél, Piroska, Szörp, 17-12-es félidő után 30-25 a végeredmény. A vendégcsapat vezetőedzőjéhez, Bence Józsefhez fordulnék első körben. Nehéz nyilván egy ilyen mérkőzés után bármi pozitívumot mondani, de azért azt gondolom, hogy teher alatt nő a pálma. Hát nektek most van teher bőven és gazdagon a nyakatokban. Hogy értékeled a mérkőzést? Igen, szeretettel köszöntök mindenkit. Nyilván sorozatban vereséget szenvedünk, tehát azért ezt nehéz kezelni, de meg kell tanulni kezelni. Azt gondolom, a mai mérkőzésen a Gyöngyös azokat a hibáinkat, amiket el szoktunk követni most már sorozatban, azokat, hogy őt megbüntette. Ezzel tudott komolyabb előnyt szerezni, amit második félidőben be tudtunk a végén kozmetikázni, de most jönnek talán azok a mérkőzések, ahol esélyek vannak, hogy pontot szerezni. Továbbiakban is felkészülünk, és megpróbáljuk most már a győztesen elhagyni a pályát, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy beszélünk. Hogyha a pozitívumokat próbáljuk meg kiemelni, említetted, hogy most jönnek azok a meccsek, amelyeken lehetséges számotokra is a pontszerzés, az eddigi nehéz széria hozzájárul ahhoz, hogy ezeken a meccseken esélyesként, pont esélyesként lépjetek a pályára? Azt gondolom, hogyha az itt megszerzett tapasztalatokat pozitív irányba tudjuk fordítani, és megértik a játékosok azt, hogy mekkora súlya van egy zicsernek, egy-egy átlövésnek, passznak, vagy védekezésnek, akkor azt gondolom, hogy nagyon esélyen összesen elhagyni a mérkőzést. Köszönöm szépen! A vendégcsapat, és furcsa ezt kimondani a vendégcsapat játékosához, Sipeki Leventéhez fordulnék a folytatásban. Levi, először is egy kérdés azzal. Hát először is szeretném gratulálni Gyöngyösnek, megérdemelten tartották itt a két pontot. Nyilván ez az első tétmérkőzés, amit furcsa érzések kavarogtak bennem, de ahogy meghallottam a kezdő sípszót, ezeket ki tudtam zárni, úgyhogy semmiféle úgymond feszültség nem volt benne. Nézzük a mérkőzést, hogy éreztétek a pályán belül, milyen volt a meccs? Fú, hát azt gondolom, hogy az első fél időben, amíg furcsa ezt mondani, de az első fél időben, amíg tartottuk magunkat, addig ott voltunk. Nem találtuk egyszerűen azt a védő támadó távolságot, ami által kaptuk a távolzónákból a gólokat. Aztán ahogy megfelelő időzítési kilépések voltak, akkor egyből megnyíltak a területek a beálló előtt. Ezt nem tudtuk megoldani, emiatt alakult ki az 5 gólos félidei különbség. Aztán a másik fél évben ott már csak igyekeztünk kozmetikázni az eredményen, de azt gondolom, hogy ha véletlenes reményünk vannak az évben a beli szereplésünket illetően, akkor nagyon gyorsan javulnunk kell. Köszönöm szépen, a hazai csapat vezetőedzőjéhez, Konkoly Csabához fordulok. Mondhatjuk, hogy papírforma győzelem, nehezebb vagy könnyebb volt az a mérkőzés, mint amire számítottunk első körben. Üdvözlök én is mindenkit. Egyértelmű az a frázis továbbra is él, ugye, hogy a kötelező győzelmek a legnehezebbek. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert nagyon jó szinten tartották a motiváltságukat, és nagyon jó lendülettel kezdtünk bele a mérkőzésbe. Az első fél időt szinte taktikai hiba nélkül sikerült lejátszanunk úgy, és itt főleg a támadásunkra gondolok, amiből aztán tudtunk építkezni, és kiépítettünk egy olyan előnyt, amivel a második fél időre már tudtunk hagyatkozni. És azért volt nagyon fontos ez a mérkőzés még számunkra, mert azon kívül, hogy itthon akartuk tartani egyértelműen a két pontot, azért a Kecskemét sem adta fel egyrészt, amiből szintén készültünk a fiúkkal, másrészt pedig a lehetőség nyílt olyan játékosoknak a játék lehetőségét biztosítani játékidőben egyértelműen, akik eddig esetleg kevesebbet szerepeltek, vagy újra formába tudtunk lendíteni, például a mellettem ülő Pap Bencét, aki nagyon jó teljesítményt nyújtott, és aminek nagyon örülünk. Úgyhogy én gratulálok a Kecskemétnek is, és további sok sikert kívánok. Egyrészt, másrészt pedig gratulálok a csapatomnak is, mert egy nehéznek tűnő mérkőzést kellett úgy lejátszanunk, hogy ilyen pozitív eredménnyel zárjuk a végét. Nem tudom, hogy nézted-e már a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvét, a pályára lépő mezőnyjátékosok közül egyedül Gerdán Tibinek nincs jegyzett és lőtt gólja. Hát ő igen, speciális szerepkörben van, ugye védekező specialista és védő játékosként segíti folyamatosan óriási mezőnymunkával a csapatot, úgyhogy ő ezért aztán támadásba nem lépett át a túlsó térfélre, ennek ez az egyetlen oka.
Az edzés munkája alapján viszont azt tudom mondani most ugye, hogy a Hegedűs Márk sérült volt az elmúlt időszakban, meg még lesz is sajnos hosszabb ideig, ezért ő is azért kiveszi ott is a támadásba is, és a társak rendszeresen megtalálják, úgyhogy ami késik, nem múlik, reményem. Köszönöm szépen, Papp Bencéhez fordulnék, összesen 6 találatig jutott el a mai napon Bence, és Csaba is említette, hogy picikét felpörögtetek, visszajöttetek abban a formában, ami talán a folytatásra előremutató lehet, hogy érezted belülről a mérkőzés. Így van, én is üdvözlök mindenkit, először is szeretnék gratulálni a Kecskemétnek. Úgy gondolom, hogy közel sem volt olyan egyszerű mérkőzés, mint amit esetleg a fél idei vagy a végeredmény mutat, mert úgy gondolom, hogy próbáltak ők is nagyon jól játszani. Magukhoz képest szerintem egy picit alul teljesítettek, de szerintem annak is betudható, hogy az elejétől kezdve nagyon komoly volt a védekezésünk, és a támadásunk is egyaránt, nem adtunk helyet nekik, hogy gólt tudjanak szerezni. És úgy gondolom, hogy a második fél időben egy nagyon pici megingásunk volt a cserék után, de így is tudtuk tartani azt az eredményt, ami a végeredmény is lett. Gondolatban nézzünk egy picit előre, nagy rangadó vár ránk a jövő héten, egy mondatban, hogy készültök rá fejben? Mint az összes többi mérkőzésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, gratulálok mindkét csapatnak, és sok sikert a folytatásban. Jó utat, minden jót nektek!